Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit, Kelenföldről. A hajnal innen negyedöt körül lehet, és van még a vonatig fél óra. Egyébként a külön vonattal fog menni a 35-es vonalon, Somogyszobtól, de csak Meztegnyőig, mert ezt a vonalat már tavasszal egy nohabbal bejártuk, ugye a 10-essel, volt szintén külön vonatos szervezés, úgyhogy most csak Meztegnyőig fogok elmenni, ott leszállok, és a Meztegnyőig kisvasutat fogom beutazni, aztán a külön vonata visszaszállva visszamegyek Somogyszobra, és onnan haza. Ez lesz a mai terv. Hát egyelőre 4:40-kor fog indulni a vonat Kelenföldről, azt kell megvárni. Azzal a Dombóvárig, ott egy átszállás Somogyszob, onnan még megyek egy kört Nagyatár és vissza, és majd utána külön vonattal Meztegnyő, kisvasúttal egy kör, Meztegnyőtől vissza Somogyszobra, aztán majd Gyékényesig elmegyek a személlyel, és aztán az Agrammal vissza Kelenföld. Ez lesz a mai terv. Hát akkor hajrá! Van a kelenföldi buszpark, most elég sok vonán busz van rajta. Ez valószínűleg azért van, mert hogy a villamos végállomást építik, és nem tudnak ott a másik tárolóba beállni. Hoppá. Hát ez meg... Jött még egy busz. Hát ezek meg gondolom, hogy majd reggel fognak kimenni, addig itt várnak. Na, megyek, megnézem, hogy van-e valami Kelenföldön áll ebben valami érdekesség. Közben szétnéztem itt a szokásos 14-15-ös vágányon, úgy is volt idő bőven. Hát volt is, mert elment egy katonavonat, aztán jött valami PFD-s gép. Pont a legszarabbkor egyébként, mert pont amikor videóztam a katonavonatot, mászott be a képe. De próbáltam arról is egy hosszú záridőset csinálni, hát majd kiderül, hogy mennyire jött össze, de videózni, amikor kiment, azt is sikerült. Hát most már akkor az 5-6-ról fog úgy is jönni a
mi vonatunk. Úgyhogy most megy éppen bankos. De így nem fog jönni. Úgyhogy most már itt úgy se lesz semmi. Elvileg 10 perc múlva itt van. Úgyhogy felmegyek ide a pedonra, aztán megvárom. Megérkeztünk Somogyszobra. Ahogy hallom, záródott az ajtó, úgyhogy lassan indulunk. Megtegnénk keresztül Balaton-Szentgyörgy állomásra, B-es különvonattal. 125 éves a Somogyszob Balaton-Szentgyörgy vasútvonal alkalmából. Lényegében ennyi. Jól érezzük megint magunkat. Megtegnőjük a kis vonatunk. De már megindulunk, mert az ajtót bezárták. Úgyhogy lassan indulni kell. De még egyszer mondtam, hogy meg a Márton rábai balázs. De hát annyi 251-es BZ és két kultusú van. Olyan, mint a Blesszák. Cserél volt a Belfog indulni. Egyszer az öreg asszony. Boldog szüli napot 37-es. 125-dik? Ennyi. 125. 35-es vonalér újra. Igen. Újra kellene! Újra ennyi súg! Happy birthday, 137. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Milyen ütemben jött ott? Happy birthday, 37-es vonal. De az értelmes volt, 100-szorás vonal jött. A legjobb komment volt erre. Egészségedekre! Szép az a nagy templom, nem kell sem. Víz mondtak a pótkocsia! Hol? Van a rám a rendszer. Szép nagy templom volt ott ez már. Igen, az az! Ez szép. Bőhönye. Nagyon sok olyan szép épület, műemlék jellegű templom, Nepomuki Szent János szobor, központi park, várja önöket, és egyedülálló módon egy német magyar katonai Nem ámulottál 18 éves? Azt mondja, mondom neki mikor? Szia! Gondolkodik egy kicsit, azt mondja, hát a múltkor! Azt meg lehet kérdezni, hogy ez milyen pálinka? Kömény pálinka! Józsi, figyelj, de van még pálinka? De ez ilyen helyi különlegesség, vagy házi fajta? Ez úgy készül, hogy leszedjük a gyümölcsöt. Szia! Leszedjük a gyümölcsöt, kifőzzük, aztán végén teszünk bele a kömény. Készedjük!
csodálatosan, mert nyáztam. Odafele üres kocsik van. Készül a tartalom a YouTube-ra, ha volt, vagy mit csinál? Már ezt YouTube-ra akarok föltetni? Valami biztos, hogy lesz volna töltve. Csinálj már nyersanyagot. De ha elindul a magad, a tanis szívet majd megszól. Nem is meg. Mi van kapcsolva? Ez a 35-es vonalra! Ez a boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog és kisebb újra megint! Igen, fontosan! Egészségetekre! Ez a vonat most karinkban! Egy nyugodtan csak tudom! Fog meg! Jó! Ja, ezt meg kell szerződni! Direkt csinálja! Ne otás kámra! Mesztegnő! Taskán itt volt egy faszt! Hozok egy sört, mert kiszállod. Az a szerencsém! Mesztegnő City-re érkeztünk. De akkor senki nem tud utolni. Jó, mehet! Három Mesztegnői, három és... Mesztegnői állomáson keresztül! 13 fehér galambát repül! 13 fehér galamb, te jöjjön bános! A faluban csak én vagyok magányos! Ha elindul ez a vonat, hadd menjen! Én utánam senki ne keseregjen! Keseregjen minden lány a babája után! Én is keseregek a magam én után! Keseregjen minden lány a babája után, én is keseregek a magam év után. Kedves vendégeink, Mesztegnő nagyon sok szeretettel fogadja önöket, és a kis piroskánkat még nagyobb szeretettel. Polgármester úrnak átadom a szót, de először hadd mondjam el, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a rövid fél órában. Van itt 4 lovaskocsi, amire fel lehet szállni, ha valaki egy 5 percet, 10 percet szeretne lovaskocsizni. Van rá mód, illetve itt fogadjuk önöket egy kis vendéglátással, itt a szép hölgyek az asztalnál. És néptáncolni is fogunk egyet önöknek kint ott a Höves úton. Hello! Nagy László Péter polgármester úrnak átadom a szót. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy hol a főszervező. Itt vagyok. Itt a Valentin. Hát én nem tudom, mennyire hangosan kell kiabálni. Nagyon. De először is szeretnék... Figyelem a polgármester úr köszöntőjét, hallgassuk meg. Figyelem egy pillanatra! Először is szeretnék köszönetet mondani, és gratulálok Valentinnak, hogy sikerült megszervezni ezt a kis piroska járatot, amit valamikor valóban megszoktunk, ha jól tudom, 12 vagy 13 éve szüntették meg. 9 éve szüntették meg. Még az én anyósom is, aki most 94 éves, Tapolcáról ezzel szokott járogatni ide hozzánk annak idején. Egyszerű volt, mert még volt, amikor át sem kellett szállni. Tehát én tudom, hogy mekkora munka valamit megszervezni, főleg egy ilyen nem szokatlan esemény. És ráadásul, ahogy hallom, hogy a Somogyszorból indulnak és vissza is érnek, és így ezt egyeztetni a MÁV illetékeseivel, én tudom, mert ugye nem sokkal, talán 2-3 hónappal ezelőtt jött hozzánk szintén egy hasonló, és elmondták nekem, hogy milyen nagy nehézség. Mennyi egyeztetés, mennyi kérés, mennyi könyörgés kell ahhoz, hogy engedélyezzék ezt a nem használt járatot, hiszen, vagy ilyen a simpát, mert ugye a sebesség nem mindegy ezeknél, hiszen elég rozog állapotban vannak, de azt hiszem, hogy az ide kint látogatók
Zsoltnak egy kicsit megdobogtatja a szívét, hogy újra látja ezt a kis piroskát. És én csatlakoznék az alpolgármester asszonyhoz, és arra kérem önöket, hogy akkor fogyasszanak itt egy kis létes kóstolót, egy kis bort, egy kis pálinkát, és úgy menjenek innen tovább, hogy jó szívvel emlékezzenek Mesztegnyő polgáraira. Köszönöm szépen!
Sziasztok, közben találkoztam egy ismerőssel, nekem is. Sziasztok. Nekem találkoztam egy ismerőssel. És a nagy találkozásra kocintunk Adanival. Mi a szilvapálinkát kaptunk? Szilvapálinkát kaptunk. Nagyon szívesen látnak minket ezen a vonalon, és kínálgatnak mindenfelé. De ezt ilyen kell mondani, amikor itt voltunk tavasszal a Noah GM-es külön túlán, akkor is ilyen szívesen fogadtak minket, akkor is kaptunk pálinkát. Igen, de azt azért el kéne mondani, hogy miért vagyunk itt. Tehát hogy a 105. évfordulója vagy van a Somogyszó-Balaton-Szentgyörgy vasútvonalnak, ahol sajnos már 2009 óta nincsen személyforgalom. Így van, és most egy ilyen emlékvonattal itt végig utatunk a vonalon, oda-vissza. És azon dolgoznak, hogy ismét felvegyék itt a személyforgalmat, mert itt látjuk, hogy igény ez lenne rá. Hát igény lenne rá. Hányan kijöttek a szendelvonatot, kb. A félfalú itt van. Hát itt is, meg az előbb Böhönyén is. Böhönyén is ott volt a félfalú. Igen, na, közben még kocincsunk. Ja, igen, akkor... hát közben elfelel neki kezem, itt tartom a kamerát, úgyhogy egészségetekre. És akkor ez most nem lesz családbarát, igen. Úgyhogy hát, 18 plusz bevételszerzés kikapcsolva. Nem, de nem fogunk áramkodni, úgyhogy lesz családbarát, ja. De ahogy Kumbéla mondta, be a szervezetbe. Ja, igen, egyébként Szilvalé. Igen, igen, hát a Szilvalé, hát egy gyümölcs napot tartunk ma. Gyümölcs nap van, igen. És finom. Ja. Jóféle. És ilyen jó volt. Jóféle. Na. A saját nézőimnek elmondom, meg hát most medikáli nézőinek is, hogy én a vonattal nem fogok tovább menni, hanem itt Messzegnyőn itt maradok, és a kisvasúttal megyek egy kört, és majd a visszaúttal fogok felszállni. Ja igen, Adani ilyen külön programot csinál. Hi. Most nem megyek tovább vonattal, hanem a Messzegnyőn kisvasúttal fogok menni egy kört, ami még nem utaztam eddig, és itt találtam egy lehetőség, hogy el tudok ide jutni. Mert egyébként lehetőség megközelíteni tömegközlekedéssel. Rögtönzött közönség találkozó is van itt Adaninak a rajongói. Ja, és elősök ezek a Gajdán Sárdán itt van a háttérben. Igen, meg előbb a kollega, ő ki volt? Mert nem mutatkozott be. Nem, de velük volt a vonaton. Sziasztok, igen, akkor itt van Dikáli is, igen, akkor mondok, jó. Csüssz. Sziasztok. És üdvözlök mindenkit, aki nézi. Ja. Én szervezem Tamás, kb. Egy olyan bő 40 perc múlva. Ezzel a szerelvényen, ami itt áll bent éppen, egy C50-es dízelmozdony, és egy nyitott kocsi. Beutazzuk a Messzegnyői kisvasutat. És majd miután ez megtörtént, a tapasztalatokról be fogok számolni. És ez lenne a várótelem, a hivatalos kisvasúton. Nem néz ki rossz egyébként, csak a... Én igazából az átlagnál kicsit magasabb vagyok, és le kell hajtani a fejemet, hogy beférjek, de amúgy szerintem jó. Hát mondjuk szerintem a nyelvi karnikulában sokkal melegebb lehet. Tehát ez egy kb. Ez nincs a szauna. Tehát ezt nézem, hogy igen, itt van egy plexilap. Tehát nem is szellőzi, tehát hogyha zár van az... Ja, de itt mondjuk nincsen. De hogyha egy zár van az ajtó, akkor szerintem ez egy kb. Nincs a szauna.
azt lesz, hogy vadász helyen lesz egy kicsi kidőlt. Üdvözlet mindenkinek, lássátok fele, itt már Messzegyőn, megjártuk a kisvonatot, Messzegyőtől be az erdőbe, plusz vissza. Visszafelé fél órát álltunk az erdőbe. És most annyi van, hogy várjuk a külön vonatot Messzegyőn, és mi csinálva a telefonon. Hát akkor lássátok fele, én itt van velünk Vikári, meg itt van velünk közök Ajdács Ádám is. Valamit nem járulok ám hozzá, hogy ittasan fölvegyél. Nem is téged vesznek, hanem Ádámot, de ugye... Amíg ez a szerencse. Valami hozzáfűzni valót van a történésekhez? Rikári kollégáknak sikerült ott közben leítatni, úgyhogy most folytatjuk tovább. Egyáltalán nem vagyok ittas. Magunkat meg sikerült, igen. Magunkat meg már korábban sikerült. Korábban igen. Egyébként én is itt vagyok, csak hogy, hogy magamat is hozzá fölvegyem. Jó napot kívánok, 6 óra 30 perc, második figyelmeztetés. Jó napot! Emberek, dől a fa! Akkor egészségetekre. Hát ez a segítség, lehúgy ez a fa. Soha nem látszol ebbe. Én nem, sörröm, az látszott. Mindjárt megfordítom a kamerát, és akkor is fog látszani. Akkor, egészséget, egy jó napra. Ha a trash videóban akarok szerepelni, akkor Adaninál jelentkezem. Rámilyen szempontból elszállítani. Neked rá kéne menned az ilyen stressznak. Trash videókra. A hozzá feliratkozókat. Mit? Nem, hát az hozzá legalább 50 feliratkozót, hogyha valami ilyen zivieségeket csinálni. Ja. Dobálom a mikrofon, mint a viszont a dagacsaja meg a sztárba. Jaj, hagyjál már. Vagy valami a sorolókat, amiben botlás lecsinálni. Én ezt csak a Radis Petinél láttam, nem tudom mi volt a...